helyzet a következő, hogy itt valahol egy villamos állítólag elhagyta az áramszedőjét, az Albertfalva kitérő és Újbuda központ között. Hát a villamos pótlóki 10 perc után már kettő előkerült, egyik elment arra, a másik pedig ment a Újbuda fele. Hát meglátjuk, körülbelül 10 perc telt el egyébként az eset óta, és hát két villamos pótló lesz, hogy itt már van. Én meg közben már gyalogoltam három megállót. Én majd a következőre már hogy felszállt tudok szállni. A következő megálló, hogy elmegyek, aztán megnézem, hogy mennyit kell várni a végül, és az Andor utcáig kéne valahogy eljussak, az meg még így sincs olyan nagyon messze. És itt a probléma okozója, az 1318-as villamos, nézzétek, és állítólag az áramszedőjét hagyta el, bár az ott van. Hát nem tudom, így külsően nem látszik, viszont ott mintha égne valami. Ja nem, csak heggeszek, hanem akkor nem, akkor az alját hagyta el valószínűleg, nem a szedőjét, akkor ez rossz volt az információ, amit ott a helyszínen lévők mondtak, hogy mi történt, de emiatt van itt káosz. Hát a pótlóbusz visszafele azóta se jött, viszont ott a megálló szembe, úgyhogy hát én éves szerencsénk. Hát nem tudni, mikor tudják ezt a problémát megoldani. Elment közben egyetlen egy újabb pótlóbusz a másik irányba, visszafele viszont semmi. Ott látszik egy szak, amelyik itt ragadt. 17-es járó, tehát erre is az utasokat már leszállították, de hát itt vissza nem tud menni, előre nem tud menni, ez itt ragadt. Gondolom mögötte is van villamos, úgyhogy se előre, se hátra. És közben sikerült egy pótlóbusszal akkor végül az Andor utcáig eljutni. Az Etele útnál már jött egy, ezt megvártam, és azzal jöttem két megállót.